Sziasztok! Köszöntelek titeket újból a csatornán. Egy újabb Mi lesz a vacsi videóval készültünk nektek. Velem? Szóval Mariannal egy olyan Mi lesz a vacsi videóval készültünk nektek, és ebben a videóban nem mást, mint Marian kedvenc levesét, azaz tárkonyos ragú leves fogunk csinálni, és nélkül nem akarta a nő megcsinálni. Ha mert nem értél rá. Ne. Valami Barbie-val, vagy valami nem, volt, nem, valami nem, túlbiság. Nem értél rá. Aha. Le akart cserélni, mondom, a kedvenc levesemet nélkülem. No nem way. Akartam cserélni. Igen, szóval nézzük, hogy mi kellene hozzá. Kicsit már így előre dolgoztam, ugyanis múltkor nem kell a kezed, köszönöm. Azt mondod, hogy csúnyan? Nem, még el se kezdtük, de már szétvered a konyhát. Szóval egy kicsit már előre dolgoztam, mert múltkor, mikor bevásároltunk, akkor lefogyasztottam így felvágva a csirkét. Szóval kelleni fog nekünk kb. 40 deka csirkemell. Nem értem, miért nem több, de mindegy. Azért, Marian, mert ennyi kell bele. Szóval csirkemell, húsleves kocka, zöldségek, és én ezt úgy szoktam megoldani, hogy ilyen leves mixet szoktunk venni, ebbe van karalábi, zeller, azt visszarakod, mert ez íze miatt kell, de az íze miatt kell. Van itt nekünk egy fej vöröshagyma, ez petrezselyem, meg raktam mi? Ide még kettő gereszt fokhagymát, illetve van ott répa, meg fehér répa. Van, aki tésztával szokta csinálni, de én krumplival szoktam, szóval kell nekünk... Marian! Szóval kell nekünk 4 szem krumpli, főzőtejszín, borsó, citrom, tárkony és egy pici liszt. Ebben nem kell mustár? Nem. Nem? Nem. Jó. Hát én még sosem csináltam ilyet, sosem láttam, hogy hogy készül. Igen. Pedig a kedvenc levesem, amúgy teretmintás levesnek hívom, mert úgy néz ki, amikor kész van. És már nagyon folyékonyám, úgyhogy csináljad. Ez az. Várj ezt. Na és akkor első lépésben az lesz a dolgunk, hogy meg fogjuk pucolni a zöldségeket, a krumplit és a hagymát azt felkockázzuk, a répát és a fehér répát pedig felkarikázzuk, és mivel Marian meg én se szoktuk megenni a levesbe, zellert meg, hogy hívják a másikat? Karalábét. Egybe belerakjuk az íze miatt, illetve még a fokhagymát is meg fogjuk pucolni, meg összenyomjuk majd, szóval ez következik most. Nem szeretnék zöldséget pucolni, köszönöm szépen. De fogsz? Összeöntöm a dolgokat. Nem. Esetleg a citromot kicsafarhatom meg. Nem. Nem. Jó, akkor várj egy deal. Dealt. Csinálunk dealt? Igen, mondjad, mit szeretnél? Ja, csak neked marad a... Így, ezt csinálom én, aha. És ezt pedig te. Jó. Jó, akkor ezt következik, hogy ezt én megpucolom, meg felvágom azt meg. Deal? Tényleg deal? Igen. Egy kis update, a fehér répát se fogjuk felkarikázni, ugyanis azt se szoktuk megenni a levesbe, és ezt is csak így az íze miatt rakjuk bele, szóval megpucoljuk, és így általában ketté szoktam vágni, vagy maximum 4 felé, és így szépen belefő, Marian pedig már izomból pucolja a répát. Amit kiválogatok, az ének kell ennél. Ami nem felel meg a szabvány méretnek. Jó, ezt is ennél. Ne bántsd a répámat! Imádom, hogy így szoszoszkodom. Mielőtt márka kamelyon menne, most már itt lesz a életemben szerintem. Úgy, de utálom azt. Na jó, nem, egyszer csináltam petrezselymes krumplit. De én szerintem mi tépkedtem bele, szóval én ennek nem tulajdonítok nagy izét, hogy én most itt vagdossam amúgy, csak úgy, beletépkedem. Úgy néz ki, mintha csak így simogatna. Felvágtunk mindent, ugye amit mondtam, hogy ez a fehér rép az ilyen nagyságban kerül bele, meg a zeller, meg a karalábé is, mert ezt majd miután megfőtt, kiveszem belőle, szóval a petrezselyem, borsó, csirke, hagyma. Na és akkor kérlek, igen, önts bele. Nincsen zsíradék. Igen, rakja bele olajat. Én jobban tudom, hogy tudasz. Igen, igen. Elég, elég! Jézus! Mi a... Jézusom! Ez sok? Nagyon leves csinálunk. Nem pörkölt.
Na, szóval mehet a liter olajba a hagyma. De, hallod, ez mi? A tojás több olajat csinálom. Hát elég gond. És kapcsold alá a tüzet. Gyakran jársz ide, ha nem érem el a spatulát. Belekerült az olaj meg a hagyma, és akkor megvárjuk, amíg ez egy kicsit így megpuhul, és utána megy majd rá a csirkemell, szóval nem sokára találkozunk. Mehet bele a csirkemell, amit most fehéredésre fogunk egy kicsit pirítani. Ja? És akkor teheted bele ezt. Kétféle népa, a karalábé és a karfiol. Tehát is a... Zeller. Megszerű. Krumplány. Nagyon ügyes vagy. Hú. Jó, negyedad lesz. Kenés most. Hát így óvatosan összekavarjuk. És most öntöm majd fel vízzel. Fokhagyma. Ezt meg bele kell leszállni. Ja? Látjátok azokat a jó kis olajcseppeket? Na hát az oda kell. Kinek köszönhetjük? Nekem, ugye? Így állunk. Most kerül bele a leves kocka. Ebből kettőt fogunk belerakni. Hoppá, jöhet bele a só. Elfogyott a bors. De bors is kéne bele. Ja, hát én nem szeretem, szóval mindegy. Nekem készül ez, ugye? Te amúgy mit fogsz enni? Ezt mint teszed? Igen. Mivel eltűnt a fokhagyma nyomónak a belseje, ezért Mariannak bele kell reszelni. Nekem? Hát persze, természetesen. Ez amúgy nagyon veszélyes. Szóval én most kajak, hogy... De... Mi veszélyes rajta? Belereszeljem én? Olyan, mintha sajtot reszeltünk volna bele. Na, míg a háttérben itt fő a leves, meg megfőnek benne a zöldségek, illetve a húsi, addig gondoltam, hogy egy kicsit mesélek nektek, ugyanis 1000 éve volt utoljára a videó, és gondoltam egy kicsit így tímázzunk róla, hogy mik történtek azóta. Ugye az utolsó videó az november környékén került a csatornára, amiben a fogszabályzásról meséltem nektek, ugyanis szeptemberben felkerült az alsó fogszabályzom, utána októberben vacsi csatát forgattunk, ami abban a hónapban ki is ment, és én abban a hónapban kezdtem el írni a szakdokámat, ami így a forgatások meg a vágás miatt így 2-3 hétre pihenőpályára lett rakva teljesen. Szóval ott volt egy kisebb, nagyobb ilyen mental breakdownom, meg bűntudatom volt így amiatt, hogy így nagyon-nagyon hát tojtam a szakdolgozatomra, de később egyébként minden rendben volt, meg be tudtam fejezni. Na de hát ennek az volt a következménye, hogy nem igazán jutott másra időm, ugyanis akkor, miután lement a vacsi csata, meg volt ez a fogszabályzós videó, onnantól kezdve egészen december elejéig, amíg volt a leadási határidő, a szakdokámmal keltem, meg azzal feküdtem, sőt az utolsó héten már így volt, hogy 15 órát egy húzamban már csak a szakdoga írással töltöttem, ugyanis nagyon-nagyon féltem, hogy ki fogok csúszni a határidőből, de hál' Istennek sikerült időben leadnom, meg nagyon jól is sikerült, 5-ös bírálatot kaptam rá, szóval minden nagyon szuper. És aztán utána jöttek az ünnepek, meg hát előtte december elején keresztülők lettünk, megszületett a keresztfiunk Hugo. Ez is egy ilyen hatalmas dolog nálunk, szóval nagyon-nagyon boldogok voltunk, meg most is azok vagyunk természetesen. És a január az pedig úgy nézett ki, hogy az államvizsgára készültem, tényleg teljes káosz ismételten, de ha tudtam volna előre, hogy ennyire könnyű lesz, meg ennyire jól fog sikerülni, akkor nem stresszeltem volna rajta ennyit. Na de a lényeg, hogy január végén leállamvizsgáztam, és utána pedig szintén begyorsultak a dolgok, mert február elején elindítottam a Twitch csatornámat, most már ott is tudtok követni engem, a leírásban majd leteszem a linket. Na és Twitchen
Hát játszani is szoktunk, de volt már például beszélgető streamre, volt, hogy urbex videókat néztünk, sőt, sminkeltünk is már, szóval, hogyha kíváncsiak vagytok az ilyen vágatlan, meg kötetlen dolgokra, esetleg érdekel titeket valamilyen szinten a gameplay, azon belül is a Sims, meg a Valorant, vagy főként ezekkel szoktam egyébként játszani, akkor nyugodtan kövessetek be ott is, és hát ilyen heti egyszer-kétszer fogunk ott is találkozni. A másik dolog, ami februárban történt, hogy felkerült a felső fokszabályzóm, amiről hamarosan hozok nektek majd egy ilyen update videót, hogy miben volt más az alsóval szemben, meg hogy miben lett másabb az életem. Egyébként nem nagyon látszik, mert hogy így ha mosolygok, akkor látszik, de azt vettem észre, hogy fogszabályzó fenntartja a számot, és nem igazán látszódik a felső fogszabályzom, de mindegy, szóval ezek történtek februárban. Márciusban igazából semmi különös nem történt, így nagyon-nagyon eltelt az idő, és most pedig június van, és itt vagyok nektek, már fel van véve egy videó ezen kívül, szerintem ez hamarabb fog kimenni, szóval ezután egy nagyon-nagyon izgi videó jön, ami hát egy kicsi spoiler, szintén kajás, de nem ilyen mi lesz a vacsi jellegű, és akkor utána meg szerintem jövök majd a Foxobi update-tel, de most már annyit domáltam, hogy hallom itt a hátam mögött, hogy fixen felfőtt a leve, szóval nézzük is meg. Mindjárt megkóstoljuk majd, hogy hiányzik-e belőle valami, illetve hogy mennyire főttek meg a zöldségek, illetve a húsi. Ja, és azt kihagytam, hogy áprilisban átvettem a diplomámat, mert amúgy januárban nagyon jól sikerült az államvizsgám, szóval minden jó volt. Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm a figyelmet. Na, visszahívtam Marikát a mese délután után. Megkóstolja, hogy mennyire főtt meg a répa, a krumpli, illetve a húsi. De miért csinálsz ilyet? Mit csinálsz? Ne tedd alá, majd feltakarjuk. Na, megfőttek a zöldségek meg a húsi, és ugye egy kicsit újra fűszereztük, mert hiányzott még belőle egy kis só, egy pici fokhagyma, egy pici az. Szóval ez került még bele, és most fogjuk megcsinálni majd ezt a tejszínes lisztes keveréket, amivel viszont ugye be fogjuk sűríteni. Én nem tudtam, hogy ezt így szoktad csinálni, én full azt hittem, hogy tejet öntesz bele és kész, nem. Vagy tejszínt, és kész, nem tudtam, hogy csak így. Csak egy kanáliszt, mert mutatom is. Ja. Marian, esztétikusan beleborította. Sorry. Kezdődik a terepminta. Igen, hagyjuk felfutni, és utána pedig már csak a citromnak a leve megy bele. Még egy kicsit rottyolt, akkor az is kész. Jöhet bele a fél citrom leve. És igazából el is készült a levesünk, szóval már csak a kóstolás van hátra. Úristen, nagyon finom. Ugyanolyan íz van, mint mindig. Isteni. Lehet érni a fokhagymát. Elég sós, tök ízes. Nagyon ügyes, hogy megfőtt a húsi, meg minden. Uh-huh. Hát a hús kóstoltam. Kóstolok krumplit. Na, hogy megékesd a kezed. Ő
Júj. Fincsük el, mi? Jó forró. Nagyon. A szájpadlásom éppen ordít. Na hát ennyi lett volna ez a videó, reméljük, hogy tetszett nektek, és köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Hogyha szeretnétek még hasonló videókat látni, akkor dobjatok egy lájkot. Köszönjük, hogy itt lehettem, és ne iratkozzanak fel. De iratkozzatok fel. És köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és még van itt nekem helyem. És mert most a gyereket nagyon a Barbie-ra le akar cserélni, az az igazság. Nem, az van, hogy a Cleo szeretne a barátainkkal is ilyen tartalmakat készíteni, de nem hagyom neki. Kettő vagy hárman még nem férünk el ebben a kicsi konyhában ez a helyzet. Majd valahogy megoldjuk. Megoldjuk, persze. Na, szóval, hogyha elkészítitek... Ha elkészítitek ezt a levest, akkor mindenképpen küldjétek el nekem Instán üzenetbe, vagy jelöljetek meg sztoriba, és mindenképp meg fogom nézni, vagy újraosztom, vagy minden ilyen finomság, illetve a klauvacsikukat@gmail.com-ra még mindig tudtok küldeni recepteket. Tényleg csak egy olyat csináltunk eddig. Igen, és akkor szemezgetek még mindig a receptekből, de nyugodtan küldhettek újat is, és a következő videóban találkozunk. Megyek enni, bye! Sziasztok! Sziasztok!